Sziasztok! Ígértem nektek egy-két Lilit elemzést, most ez következik. Összesen három képletet választottam ki, mindenkitől engedélyt kértem, tehát akik most elővezetődnek, azok közül kettő tanítvány, egy pedig ügyfél, aki mind a hárman azt mondták, hogy mehet a dolog, és elmesélhetem nektek a saját Lilit képletüket. Az egyiknél nem mutatok képletet, mert az annyira bonyolult, hogy elvinni a dolgokat, ott már csak a rajzok, tehát csak a, viszont az az a legérdekesebb, mert ott mind a három Lilit elképesztően prominens, ugye prominensnek akkor nevezzük a Liliteket, hogyha mind a három szoros együttállásban áll valamilyen egyéb égitesttel vagy képletponttal a születési képletben, de prominens akkor is, természetesen, hogyha valamilyen fényszögképet alkot, vagy valamilyen szoros orbiszú fényszöget alkot valamivel. Azt is rögtön elmondom itt az elején, ez a másik két Lilit történetben talán nem derült ki ennyire, de szeretném kihangsúlyozni, hogy egyrészt férfi képletben borzasztóan nehéz fejteni a Lilit témát. Én nem is ajánlom nektek, tehát hogy ha csak nincsen hatalmas gyakorlatotok az egészben, ne is említsétek meg, a férfiak többség ezzel nem tud mit kezdeni, még azok a férfiak sem nagyon, akiknek, hát hogy mondjam, sokkal több női életük volt, és akár erre emlékeznek is, és akár ezt úgy tiszteletben is tartják, de a legtöbb férfinek nincs dolga a Lilit mítosszal a mostani inkarnációban. Még akkor sem, hogyha egy vagy kettő prominens. Mind a három prominens akkor valószínűleg van, megpróbálhatod, lelked rajta, én azt gondolom, hogy nem igazán szokták befogadni, megérteni. Nők esetében pedig, ha csak az egyik vagy a másik prominens, akkor archetípusként érdemes fejteni, ugye még egyszer emlékeztetőül, az aszteroida Lilit, a lázadást fejezi ki az igazságtalanság ellen, mindenfajta lázadást, és egyfajta tudásnak, a tudás által birtokolt bátorságnak a lázadását. Tehát akkor lázadsz, ha tudod, hogy igazad van, meg ha tudás birtokában vagy, és képes vagy lázadni. Nem a hülyék lázadásáról beszél természetesen. A sötét hordilit az átok magunkra vétele, az annyit jelent, hogy elmegyek valahonnan, megszakítok egy helyzetet, elsétálok valahonnan, és azt sem érdekel, hogy mi maradott, de még azt sem érdekel, ha esetleg egy átkot vágnak utánam. És a harmadik Lilit, a fekete hordilit, az egyrészt mutatja a jövőbe látó képesség, a téridőbe látó képesség minőségét, és azt a fajta bátorságot, becsületet és tisztességet, amit akkor igényel tőlünk az élet, amikor a saját rovásunkra térünk vissza valamilyen szituációhoz vagy helyszínhez, amikor pedig nem kéne, senki nem várja tőlünk, mint muszáj megtennünk, mert csak mi tudjuk megtenni. És ezért van bennünk elő bátorság és tisztelet, hogy meg is tesszük azt, amiért visszamegyünk. Kb. Így néz ki a dolog, majd mindig mondom nektek, hogy melyikről van éppen szó. És akkor nézzük a legelső képletünket. Pillanat, gondolkoznom kell, hogy melyikkel kezdjem. Kezdjük talán Mónikával. Először itt van a teljes képlete. Szándékosan nem mondok születési időket, mert a nagybolygókból egyébként amúgy ki is lehet számolni, de nem az a dolgunk most, hogy képletet elemzünk, hanem ami miatt ez a képlet engem megragadott, ez egy nagyon különleges dolog, ugye, hogy mutassam nektek, itt van az aszteroid Lilit a bakban, van néhány fényszöge egyébként, tehát rá fogunk erre is nézni, aztán itt van a sötét hordlét, az Eriszen, tűpontosan pontosan együtt állnak, és végül a fekete hold a Skorpióban, és tulajdonképpen nagyon izgalmas női archetípusok szempontjából is ez a képlet, nagyon erőteljes női archetípusai vannak, önmagában a halak hold, a halak MC-n van, az már önmagában is egy nagyon ütős, prominens dolog. És ugye lehet látni, hogy hát nagyon sok együttállás van. Például a palaszatéri Merkur, ugye az okosság, szerez, felszálló, ugye a karmikus sors kötelezettség, hogy valamilyen gondoskodó elvet, anyáskodást, az anyai ágnak az értelmezését, gyógyítását és magát az anyaságot fölvállalja. Plutó-Juno konjunkció, ez a sírig tartó, nagyon-nagyon erős kapocs a mindenkori társadalommal, tehát van itt azért elég sok minden más is, de az Eris sötét hold-Lilit együttállást szeretném egy picit megvilágítani nektek részletesebben. Ugyanis az Eris egy nagyon lassú égítest, ugye egy kentaur-típus égítest, ráadásul egy külső Kuiper-öbeli objektum, sőt, tulajdonképpen igazából ez már a Ford korongba tartozik, tehát az a régiója a Kuiper övnek, ami a szolt korong területe, ez egy jóval tágabb terület, és 600
év körül 557 év a keringési ideje, tehát borzasztóan lassan kering, ami azt jelenti, hogy mindenkinek, aki most inkarnációban van, annak gyakorlatilag kos elrisze van, és ugye még most is kos elriszünk van. Ha megnéztétek az előző videókat, akkor pontosan tudjátok, hogy ennek az évnek az egyik legfontosabb karma-asztrológiai fényszög az elrisz Plutó kardinális kvadrát, azért van úgy szétcseszve a világunk, ahogy van többek között, ez az egyik felelős a dolgok, nem maradhatnak úgy a dolgok, ahogy, és akkor most ugye a világban ugye több frakció is próbál hatalomra kerülni, a rosszak is sajnos, és a rosszaknak van töménytelen mennyiségű pénze, hatalma, faribája, fegyvere, mindenre, és vannak a jók, akik hát megpróbálják ezeket letörni, és tényleg csak fénnyel és szeretettel lehet, meg erővel, tehát az erő, az legyen veletek. Mit is jelent ez a konjunkció? Térjünk vissza Mónikának a konjunkciójához. Amit itt lényeges, az az, hogy tehát van egy nagyon lassú égi testünk, és van egy nagyon gyors, ugye a fekete hol, vagy a sötét hol létnek a napi haladási sebessége 3 fok naponta, tehát az, hogy ő ebben a téridő pillanatban született, amikor tűn pontosan ott van a Lilith az Eris, az mutatja, hogy egy generációs, egy nagy generációs állást, ő abszolút levisz személyes szintre, és ugye valamilyen kataklizma, valamilyen nagy katasztrófa, ugye külső körülmény drasztikus megváltozásra késztette őt arra, hogy elsétáljon valahonnan, és még azt se érdekelte, hogy esetleg ezért valaki megátkozza őt, vagy tehát magára vette az átkot. Nézzük meg, hogy mit lehet a többi Lilithből kihámozni. Ugye, amikor látsz egy ennyire tűpontos együttállást, az egyetemen fontos lesz, és ám, ugye milyen izgalmas, hogy a vak retrográd aszteroida Lilith pont kvadrátolódik ez az együttállás. Ugyanakkor meg direktíthatom a transzplutót, ugye a dimenzióugrás, a csatornázás égitestét, az meg pont egy trigont vet oda. És nem igazán záródik nekünk itt ez a konfiguráció, mert tágak az állások, de a fényszögek létrejönnek. Kedveseim, akik most tanulnak tőlem, na erről beszéltem, hogy a fényszög önmagában létrejön, de nem biztos, hogy konfiguráció lesz belőle. Ugye itt, amit látunk, azért a fekete hollétel természetesen megvan a mozdony, sőt, ez egy olyan mozdony, amiben van egy kis feszültség háromszögünk is, ugye 245 fokkal, és szándékosan tettem be a Szaturnusz-Jupiter együttállást is, ugye, mert ez egy generációs együttállás, megint csak ugye helyes mérték megtalálásának a felelőssége, képessége, az a horgonypontja ennek az alakzatnak. Tehát azt látod, hogy van egy retrográd vak aszteroidalit, lázadás, valami fajta tételes, hierarchikus viszony ellen, ami által létrejött egy átok, és gyakorlatilag az se érdekel bennünket, mert hogy a sötét, vagy a fekete holdét a Skorpióban viszont erőt, hatalmat akar visszacsebbészni a téridőbe, tehát így néz ki ez a minőségünk. Tehát itt igazából nincs igazi nagy Lilith téma, csak szereplők vannak, a fekete hold Lilith az, ami oldja végül is azzal a kvinkunkszal, de ugye egy kvinkunkszal oldani marha nehéz, mert ez azt jelenti, hogy aki fel kell vállalnia végül is azt a fajta erőt, bátorságot, becsületet és tisztességet, amit ez az archetípus képvisel. A Skorpióban meg egyértelműen ugye valamifajta okkult, ezoterikus képesség, még a gyógyítói, gyógyuló képességet is mindenféleképpen ide venném. Nézzünk egy másik példát, és ez a pillanat, nézzük meg Katának a teljes képletét. Itt van Kata képlete, hát itt azért elég érdekesek megint a Lilithek, de ahogy látod, itt az aszteroida Lilith áll teljesen külön, tehát van neki fényszöge természetesen ismét, és hát megint azt látjuk, hogy a női témák, tehát itt a női archetípusok azok arra, mire ütősek, hogy úgy mondjam, ugye Plutó szerez együttállás van, aztán van itt egy Vesta, ugye az IC-n, a Vesta az IC-n lefordítható úgy is, hogy ráfókuszálás a családra, az otthonra, meg a régmúltra, de hát azért akkor is, mivel az IC az a nagyon régi rejtett karmikus múltat jelenti, ez bizony mindenképpen jelez papnői életeket is. Ami érdekessé teszi a képletet, az ugye a sötét holdilit Jupiter együttállás a hátunk mögött, ugye az aszcendensen, illetve a hold Vénusz fekete holdilit a
a konjunkció a 12-es házban, tehát a hátul mögött szintén, tehát itt nagyon sok minden van elrejtve a 12-es házban, nagyon sok minden olyasmi van, amivel az illető nem biztos, hogy azonnal találkozik, nem biztos, hogy azonnal tudja kezelni. A Jupiter az aszcendensen mindenféleképpen azt mondja, hogy én most szerencsés akarok lenni, én most jól akarom érezni a bőrömmel magam, és ez egy tényleg egy nagyon helyes lány, egy abszolút jókedvű, jóindulatú, sugárzik róla az, hogy segíteni akar másokon, hogy ő tök jól akarja érezni magát, mindent is meg is tesz, hogy nem csak ő érezze jól magát, hanem a környezete is. Tehát egy ilyen hölgyről van szó. És akkor ugye, mikor az ember meglátja, hogy a hagyományos asztrológushoz mész, akkor csak ennyit lehet látni. Ha meglátja a sötét holdétet a háta mögött, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy mit tettél a hátad meg, édes. Tehát mi volt az, amit te, hát ráadásul felnagyítva, mert a Jupiter mindent felfúj és erőteljesebbé tesz, mi az, amit neked a hátad mögé kellett tenned átkot, és nem akarsz vele most ugye ebben a télidőben foglalkozni különösebben. Ugye itt vannak a Katának a csak a Lilithekre koncentrál, mert hát azért a Junót is behoztuk ide, mert kénytelenek voltunk, meg a Neptunuszt is. Tehát ez a sötét hollilith, ez mindenképpen valamilyen átkot feltételez, ami ilyenkor mindig azt sugallja nekem, hogy ez az a lány, aki hajlandó mindent ott hagyva, hátat fordítani és elmenni valahonnan, hogyha méltatlanná válik a helyzet, azt se érdekli, hogy mit hagyott, és milyen átkot szórnak rá. A 9-es házas retrográd, vízöntő aszteroidalit feltételezi, hogy itt valami fajta ideológiai teória, vagy ideológia, vagy vallás, vagy világnézeti lázadásról van szó. Egyből ugye ütközik is a Junóval, tehát ez egy valami nagyon régi, hiszen ez egy fix kvadrát, egy nagyon régi dologról, egy nagyon régi párkapcsolati mizériáról van szó. Ezt a Neptunus oldja, tehát a feltételezhető szeretet azért, ugye ez egy oldott kvadrát, itt lehet látni, ez szépen oldja tulajdonképpen. És van egy kis mozdony is, ugye pont a Pallas Athénéből, tehát a bölcsességgel, odafigyelés, ezt meg is lehet akár érteni. És akkor érdekes módon a fekete hold Lilith, a Vénusz hold, fekete hold Lilith az ikrekben, az adja a választ. Annak ellenére, hogy ez a háta mögött van, tehát bent van a 12-es házban, ami azt jelzi, hogy magától nem nagyon fogja tudni elővenni. Ugye amikor a hold és a Vénusz együtt áll, azt annak nagyon szoktunk örülni, hiszen akkor a sérült, kettévágott nő az valahol mégiscsak együtt tud működni a lélek részeivel. Ugye a hold az anya, a Vénusz pedig a szerető. És itt, hogy a fekete holdét is ott van, ez tulajdonképpen bátorságot, becsületet és tisztességet kölcsönöz ezeknek az archetípusoknak, és ilyen szempontból oldani tudja a fekete hold azt a fajta félelmet, amit önmagában a 12-es házas hold és Vénusz hozhat, főleg az élet első 20-30 évében, aztán ezek persze kiszabadulnak egy idő után, nyilván az első szerelemmel, az első gyerek megszületésével, itt valahol szabadulni fog a karmikus téma, a hölgy ezen már túl van, tehát remélem, hogy kiszabadult neki. És akkor nézzük nagyon gyorsan a harmadik állást, itt nem hoztam nektek a teljes képletet, Máriáról van szó, aki azért érdekes a számunkra, mert mindhárom Lilith olyan szempontból prominens, hogy együtt is áll. Valamivel ugye láttuk, hogy az előző példákban nem voltak mindig konjunkciók. Tehát nézzük meg, hogy itt mi történik. Van az aszteroid a Lilith, ráadásul az egyes házban a holddal. A hold az egyes házban nagyon gyakran jelzi a leányanyát, vagy valakit, aki annyira szeretne gyereket, családot, hogy akkor is meglépi ezt a lépést, hogyha nincs mögötte pár, tehát akkor létrehozza azt a gyereket, és önmagával alkot családot, hogy úgy mondjam. Az asztalodal Lilith pedig ezt a bátorságot erősíti. Erősíti azt is, hogy ugye, ha valami méltatlan helyzetbe kerülnék, ugye, ami a lelkemnek nem megfelel, nem tudom elfogadni a lelkemből, akkor azonnal fellázadok, és az rajta van az életutamon, tehát biztos, hogy meg fogja az illető élni, ahogy ismerem, már meg is élte. A sötét hold Lilith ott van a Chiron-on, a karmikus sebek égi testjén, és a sötét hold Lilith ugye mindig az átok magunkra vétele, tehát amikor nem érdekel, hogy mi történik, akkor is megcsinálom, azt se érdekel, ha megátkoztok. Igen ám, csak hogy ebből sebb lett, ebből karmikus sebb lett. Tehát az, hogy én felrúgok dolgokat, hogy nem érdekel, hogy mi történik az ott maradókkal, vállalom, ehhez először is irgalmatlan bátorság kell, de az, hogy az illető ebből nem biztos, hogy jól jött ki, az látható, illetve ugye a karmikus sebeknek az a természete, hogy vagy az történik vele, hogy képesek vagyunk
valóban tehetségé, zsenialitása, valamilyen különleges minőségé alakítani a sebet, vagy pedig fóbiává válik. Én örömmel mondhatom, hogy ennek a hölgynek az életútját végignézve, ő már különleges képességeket csinált, vagy kreált ebből az együttállásból, és valóban képes volt elmenni olyan élethelyzetekből, ami nem szolgálta őt, illetve magára venni dolgokat, átkot is akár, és nem érdekelte. Tehát ez a lényeg. Honnan tudhatta ő ezt megtenni? Akkor kapunk választ, ha megfigyeljük, hogy mi történik a fekete holdilittel. Itt is az elrész játszik szerepet, a drasztikusan megváltozó külső körülmények kentaúgya, ami az ő esetében együtt áll a marssal, tehát ez egy bivajerős mars önmagában is. Ugye a mars elrész mutatja azt, hogy a drasztikusan megváltozó külső körülményeket ő az előző inkarnáció során a saját nagyon jól működő, hiszen a saját jegyében álló akaratával tudta legyőzni, illetve abból győztesen kijönni, vagy megverekedni legalábbis a témát. És ugyanakkor ott van a bátorság, becsület, tisztesség jelölője. Egyrészt, hogy rájövök, hogy ez nekem nem jó, ugye ez az Eris által generált szituáció, van hozzá akaratom, hogy kijöjjek belőle, van hozzá bátorságom, de tisztességem is, hogy úgy intézzem a dolgokat, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek a többi szereplők. Mindenki sérül mindig, tehát ezt azért szeretném, ha tudnád, mert gyakorlatilag nincsen olyan nagyon-nagyon kevés, vagy nulla eredményű játszma van, általában negatív eredményű játszmák vannak az életben, valaki mindig sérül, vagy így, vagy úgy, hát a lehető legkevésbé kell sérüléseket okozni másoknak, de nem az a dolog a lényege, hogy te belehaj. Az a lényege, hogy te tapasztalatot gyűjtsél, és erővel gyere ki a helyzetekből. A Lilith valami ilyesmit tanít meg. Remélem, hogy sikerült valamennyire megértetnem veletek a témát magát, gondolkozzatok el rajta, nézegessétek meg a saját képleteiteket, és ha érdekel a karmaszlogjának ez az ága, akkor jövőre, szeptemberben szeretettel várok benneteket. Valamelyik képzésen sokféle van, nézzetek utána. Sziasztok!